Nos üdv, ez a játékhoz jött egy teljesen ingyenes pálya. Szóval ez a videó azzal lesz más, hogy én ezzel a pályával egyáltalán nem játszottam, minden új lesz benne. Úgyhogy első alkalommal szépen körbenézek, hogy mi a helyzet. Úgyhogy vágjunk is bele. Ambrose Island. Oké. Megnézzük. Igazán kíváncsi vagyok. Na de mit hoznék magammal, hát... Mivel elsőnek játszom ezen a pályán így, ezt most nagyon véresen komolyan veszem. Tehát kérek szépen egy lockpicket, és egy porolót. És semmit nem hozhatok még magammal, várható volt. Jó lesz az alapruha, most teljesen komolyan játszunk. Kivéve amikor összeomlik a játék, gondolom a modokat nem bírja, ajjaj. Hát, sajnos minden egyes modtal meg kellett szabadulnom, de hát ha így most már működni fog a pálya. Minden más működik, kivéve az az egy. Gondolom mert új. És még így is összeomlik ez, ciki. Jó, megnéztem a fájlok épségét is. Nem sokára kiderül, hogy elég volt-e ez. Egyelőre jó? Jó, hát akkor modok nélkül itt az ideje elkapni pár kalózt. Vagy mik vagytok? Legalábbis azt hiszem kalózok. Műholddal ráadásul. Na, mindjárt elindítom, illetve mindjárt elindulok. Csak megvárom, hogy a textúra felzárkózzon. Jó, azt hiszem ez megtörtént. Na szóval, nagyon furcsa lesz ezzel a játékkal úgy játszani, legalábbis egy olyan pályán, amit nem ismerek úgy, mint a tenyeremet. Úgyhogy ez teljesen új lesz. Na most jön az, hogy én itt safe scamolok. Ide feljöhetek? Ó, hála az égnek, jól van. Na nézzük. Fú, de csábító. Nem, nem, most komolyan játszunk, én most egy komoly hitman vagyok. Egy törlővel itt. De komoly ettől függetlenül. Ó, hal. Oké, megvan a társam. Erre az útra. Na, menjünk csak. Amúgy, ki vagyok én, hogy én ide jöhetek? Mi ez a sziget egész pontosan? Azt hittem privát. Semmi extra, csak egy csávó így simuló ruhában meg egy hallal sétálgat. Más is látott már hasonlót, gondolom. Jó estét. Ki akarom próbálni rajtad ezt a halat, de inkább nem. Ó, tudnám blokkádolni ezt. Na, most nem fogom. Meg van itt fadarab. Nagyon hasznos, menjünk tovább. Na de, mi van itt? Nagyon kellemes ez a hely, bár lehet, hogy szebb lenne nappal. Ú, egy homokvár. Mivel tudnám ezt eltömni? Hallal. Ha lenne még egy halam, akkor ez sima ügy lenne. Kétlem, hogy ide bejöhetek. Bocsi, nem akarok zavarni. Csak én rendkívül kíváncsi természetű vagyok. Például itt egy tégla. Köszi, ezt lenyúlom. Egy kis zárfeltörés. Tudnám, hol van egyébként a zár. Mert én nem látom, de nem baj. Ilyen apróságokon nem akadok fenn. Ú, ez mi? Szakács? Léci. Köszi. És még így is illetéktelen vagyok. Tetszik a beat. Na most, hogy én vagyok a szakács, nem tudom egyébként ezzel mit csinálok. Gondolom több helyre tudok majd bemenni. Legalábbis többen, mint abban a ruciban. Ó, nem mondod, hogy pecázhatok. Ez egy jó játék mostantól. Mondjuk ez inkább valami interakció, nem egy mini játék, de határesetén azt mondom. Milyen országban vagyok amúgy? Nagyon jobban kellett volna figyelnem erre az egészre. Na, hát nem úgy tettem. Majd ásás közben összerakom az információt. Illetéktelenség. Szabad? Ja, nem. Én ide jöhetek, jó. Akkor ezt lenyúlom, meg ezt lenyúlom. Vannak dolgok, amik sosem változnak. Ó. Az egyik célpont itt van valahol. Várj, mi történik ott? Mondd, hogy pofozó bajnokság. Ez az! Adj neki! Jöhetek? Fúj, olyan pofontot fogok adni. Na várj, ez a lapát nem kell. Oké, bocsi. Na várjál. Felkeltettem magamra a figyelmet. Hogy ahogy ennek vége, én itt pofozni fogok. Na? Mutasd meg, miből van a szar. Híje! Ó, nem? Léci, én! I wonder what Crest would think of a newcomer besting his people. Én newcomer, ja, egy szakács vagyok, de... Nézzük, ready. Olyat kapsz. Ja, hogy nyomogatom kell az X-et. Akkor... Kaptál egy ilyen simit. Ő is így néz, hogy ez mi a franc volt. Időben megnyomtam a gombot, és az arcom, mint a betonoszlop. Na de.
Most már tudom, mit kell csinálni, nincs esélyed. Szóval... Maximum! Gaming! Ó, hamar helyre jött el. Jött a következő? Ó, ott a célpont. Egy szakács felpofozza az egész hadseregedet. Olyan pofot adok, hogy repetát kérsz. Na szóval, mi a helyzet? Gyere! Barátságos pofon. Csá! Ezt a pofont bemérte a Richter skála. Jól van, nagyon menő vagy te is. Amúgy lehet veszítenék, hogyha nem én kezdenék. Mert ez egy verhetetlen taktika, hogy én kezdek. Úgy! Azt hittem, ez egy barátságos pofozás. De hát jó, ti akarjátok. Nem tudjátok, kivel kezdtek. Na gyere! Mutatok olyat! Oh, na vissza a helyedre! Ja. A kezem, mint a kő. Te most komoly? Csávó, az így depresszióba esett a pofonomtól, te meg ide jössz szarakodni? Menj innen! Oh, hello. Abba is hagyom, Mizu. Mindjárt megyek, csak felismernek. Várjál. Oké, okay. jövök, itt vagyok. Mizu főnök. Are you the one who schooled my people? I guess so. Well, I want to talk to you about something. Okay. Követlek. Ne. Nem akarok most lebukni. Na de. Mi a helyzet? Ez ketten így? Te nem akarsz? Nem akarsz velem egyedül lenni? Te ezt te nem akarod? Ja, hogy ott a testőrség. Jó, oké. Visszaszívom. Na mi a helyzet? I've been planning some operations. Heists, if you want to be Hollywood about it. Certain prominent individuals, government facilities, big targets. But that means big payouts. I'm looking for someone who can take a little punishment. Én csak egy szakács vagyok. Összetévesztesz Szegállal. I'm just a cook. Feels like if I looked away for a minute, I'd completely forget every feature. You might be my missing piece here. I don't need or want. Kopasz vagyok, eléggé könnyű engem megígyezni. Egész barátságos vagy, ahhoz képest, hogy Heistra akarsz engem megkérni. A szakácsot, aki megnyert egy pofózó versenyt. Jó, és ez így? Ennyi? Te ki a franc vagy? Te... Pst! Ezt a pofont nézd! Így kell pofozni, látjátok? Jó, szerintem én itt egy lehetőséget elvesztegettem. Annyi baj legyen. Na de, mi a helyzet? Mondom, nagyon szép meg hangulatos minden, de... Szerintem ezt inkább nappal kellett volna. Kéne egy őrruha. Kicsit kényelmesebben tudnék mozogni. Le akarsz buktatni éppen? Oké, akkor nem töröm még föl. Haladjál. Köszike. Habár csinálhatnám azt is, hogy előre megyek, gyorsan kilövöm az olajos hordót. Terv. Bocsi, sietek. Itt vagyok. Semmi gyanús. Juhú, te nem akarsz ott lenni. Jó, és most? Szerintem... Oké. Azt hittem adja az a kigyulladt, de nem. De nem gyulladt ki. Béna vagyok. Ne, srácok, ne menjetek oda! Az veszélyes! Féltelek titeket! Nem? De! Többször kellett volna lőni. Jó, nem baj. Megpróbáltam. A legrosszabb az, hogy egyébként majdnem megúsztam. Csak volt egy bizonyos civil, aki azt mondta, hogy tudod, hogy inkább bemegyek oda. Valaki ott nagyon nyög, nézzétek már meg. Várjál, rágyújtottál és olajban állsz. Húha, kérlek, dobd el azt a szivart. Léci, légy olyan aranyos. Kérlek, dobd el. Dobd el. És? Hát ez antiklimaktikus volt. Gyorsan eltűnök inkább. Mielőtt én leszek a hibás ezért. Azt hittem, hogy egy kicsit élettel telibb lesz, hogy élve elég, de ezek szerint instant volt. Jó, a fegyvert azt vihetitek igazából, az engem nem érdekel, engem a másik érdekel, hogy mi volt ott még. Ezt kérlek hagydott, az annak úgy örülnék. Megvan az első célpont, igazán örülök magamnak. Jó napot, mi a helyzet? Kemény a meló, mi? Eater pamphlet. Nem ez kell nekem. Na hát ez aztán a legmerevebb ruha, amit mostanában láttam. Azt hittem legalább keresztül tudok ezen menni. Ezt még az első Splinter Cell is tudta. Tehát első célpont megvan, ráadásul baleset volt.
ami azt jelenti, hogy hiába találták meg a testét, én attól még nagyon Silent Assassin vagyok, a lehető legbarátságosabb. Hello, ide bejöhetek? Jó, hajrá, srácok! Ne nézzetek hátra, léci. Nagyon értékelném, ha nem. Köszike. Hát egy kés, jó. Úgyis szakács vagyok, nem árt, ha van nálam. Meg egy ernyő. Úgyis szakács vagyok, nem árt, ha van nálam. Egy érme. Úgyis szakács vagyok. Hú, na hát, játszol a hangszerrel, aminek hirtelen nem tudom a nevét? Nagyon jól hangzik. Hát itt nincsen semmi feleslegesen törtembe. Vagy... Ó, kösz a schnitzert. Mindig jó, ha van. Közben itt valaki a fülembe élvezett. Szabad nekem ide jönnöm? Jöhetek, jó. Ahhoz képest, hogy szakács vagyok, majdnem mindenhova jöhetek. Szivattyú. Oké. Nem tudom, miért kapcsoltam be, hogy őszinte legyek. Bárhol megyek, itt csintevések vannak. Meg kell hagyni, elég szép a horizont. Aha, munkás cucc kéne ide. Nem tudom, miért akarnék ide jönni. Nekem most az a csaj kéne ott fönt. Miért hallom ezt a zenét? Ugyanez volt Kolumbiában is. Az igen. Te azt úgy megállítottad? Jó, akkor így. Bemeltek ide? Be hát. Jó, akkor megnézzük ebben a házban mi van. A valakin kívül. Léci, ne nézzetek be ide. Csak nem. Az van, hogy nem mehetek be ide. Na várjál, lapát, menj! Derítsd fel a területet! Ja, hogy ott van valaki. Nem igazán érdekli a lapát. Akkor én ezt visszaveszem, ha nem gond. Ne fordulj meg. Azt hittem kinyírlak. Jó, szükségem lesz egy munkás vagy őr ruhára. Az még hagyján, de szükségem lesz még egy búvóhelyre is. Mert ez itt nem fog működni. Na szóval, mi a helyzet? Nem sok minden, ahogy látom. De a másik célpont már ott van. Szóval... Oké, nem tűnik föl nekik semmi. Szépen lassan. Mert ha nagyon mozgok, akkor azt észreveszik. És jönnek megnézni, hogy Mizu, aztán csókolhatom meg őket a bozótosban. Azt most szeretném elkerülni, ez most egy nagyon komoly rán. Ez se rossz, Metal Worker. Jéééé. Nekem őr kéne. De azt hiszem, ez se rossz. Mi a szar ez? És nincs feszítővasam. Hogy a rohadt életbe tudtam, hogy kellett volna hoznom. Másik gatyámba hagytam. Psz, haver, feszítővas? Te szórakozol velem, hogy itt valaki fölismer. Na és az álcaköbő eddig vitt el. Jó. Csavarhúzó, köszi. Napló, köszi. Visszük. Nem tudom, miért volt kukában. Feszítővas! Leléptem! Sörétes. Fasza. Nincs rá szükségem. Ez egy komoly rán, mondtam már. Tehát itt egy rövidítés. Ezt így véglegesen kinyitom. Kenobi tábornok. Ja, ide bejöhetek, bocsi. Rossz szokásom. Minden szobába guggolva jövök be. Nem még ez is. Na várjál csak, nem lesz itten kamerázgatás. Hagyjuk már. Mennyi tárgyam van, mi a franc? Mikor szedtem én össze ennyit? Jó, hát akkor behatolunk ebből az irányból, és mindjárt lebukok. Mert itt a célpont, mi a franc? Jó, hát hogyha a célpont elkezd kisétálni a Fortressből, akkor én követem. Hello. Ugye nem vagyok gyanús. Kicsit fehérebb vagyok a szokásosnál. Ez a csávó mindig ott nyűg, nem hiszem el. Ne nyugdítsaj már! Léci! Na és már vissza is ment. Remek, erről lemaradtam. Furcsán fogod a sörétes tenger alatt járó kulcs. Még az is van itt? Wow. Ti aztán fel vagytok készülve. Na de meg is van az őri ruha, hogyan lesz meg? Na szóval, itt egy rádió. Te elmentél oda. Én ezt gyorsan be, és elszaladok. Úgy érzem, hogy nem fog elég sokáig tartani ez. Vagy pont fordítva. Miért fordultál meg? Következő terv. A terv az, hogy megismétlem ugyanazt. Jó éjszakát! Ajaj, ez nem fog jól működni. Kérek, ne fordulj ide. Léci, ne fordulj ide. Oké, eddig jó.
téged is belapátollak. Egész jól kibírtam a pályát anélkül, hogy kiütöttem volna bárkit is. De ez egy szükséges lépés volt. Na de... Ezt a szar pisztolyt fölveszem, mert miért ne? Meg ezt a tengeralattjáró kulcsot is lenyúlom. Köszöntem. Nem igazán értek a tengeralattjárókhoz, azok is kapnak ilyen kulcsot, mint a kocsik. Na de, most már bemehetek, Keep your eyes on the toy soldiers. They're up to something. Oké, figyelek. Nem értettem, mit mondtál, de figyelek. Aranybálvány, köszi. Biztos sokat ér, nem tudom. Még a Sneak Thief beszél belőlem. Smith, te vagy az? Ezt a csávot már többször kellett megmenteni a széria során. Ebben a játékban is legalább kétszer. Most már három. Úgy érzem, hogy ez egy elektromos ketrec. Ez csak egy tipp egyébként. Egy kis napfény. Majd nappal, nem most. Jó, Smith, ne aggódj. Ja, várjál. Ezt tudom lockpickelni. Hagyjuk a kulcsot a francba. Hogy? Tűnj innen. Te is húzz. Nem akarsz elhúzni? Gyorsan leülök. Jók, nem tudom, mi esélyetek van így. Te alsógatyában, te még csak nem is látsz. De... Tökös legény, annyi biztos. Smith meg így... Le a kalappal, srácok, jól van. Aha, és most már elektromos az egész hó belebanc. Jó, most szükség lenne... A kalóz kisasszonyra itt. Mi a szar van rajtad? Köszönj, hogy benéztél. Jaj ne. Ez egy elmarkodott döntés volt. Jó, tehát nem sokára bejöttök ide nézelődni. Jó, akkor felkészítem a terepet. Úgy, és azt hiszem várunk. Még ezt is így. Jöjjön be a friss levegő. Ja, valóban. Azonnal elkezdett futni. Nem tudom, mit ültem, nem láttam semmit. Hát ez... Jól van. Finoman szólva. Eléggé csúnya baleset volt. Jaj ne. Hátra fog nézni. Nem hagyom, hogy lebuktass most. Inkább kimászom az ablakon, köszönöm. Jó, szabad a pálya? Jaj, hát mi történt? Control Unit Access Card. That's one of the key cards for the satellite control unit. Na és most jön a jogos kérdés. Téged elkaptak? Na várjál, én ezt nem fogom hagyni. Gyere csak. Nagyon vár téged a lapátom. Az a beszéd. Na, fuss! Meg vagy bentve. Halló. Ó, ez a célpont Indiában. Ez a csávó akkora pofont kapott tőlem, amihez társult némi szégyenérzet, azóta is itt ül és sír. Némiképp együtt tudok vele érezni. Ja, hát akkor vissza a dzsungelba. Nem tudom, mi a fenét keresek most éppen. De hát, ha megtalálom azzal, hogy random vándorlok. Idő kérdése ugyanis, nem több. Jaj ne, ott fölismer, nem ismersz föl, nem. Soha nem láttál, soha nem is fogsz látni. Inkább befutok ebbe a barlangba. Katvanga? Mi a szar az? Bármi is az, nem halálos. Nem úgy néz ki. De oké. Vissza a lapátomat. Kincses láda. Ajajaj. És jár egy kalózruha hozzá? Pont volt egy ilyen challenge annál a Haven Island-es pályánál. Na de, kérem vissza, mert őrruha hasznosabb, mint a kalózruha. Majd később, ha már ezek kalózok. Miért ne tudnék azzal beolvadni? Na most már mindegy. Már elindultam. Trespassing. Ajajaj. Ide már másfajta őrruha kell, akkor igazából a kalózruha az tök jól megfelelne, mert tök mindegy. Egyedül vagy. Ahogy látok egy ládát a közelben, neked annyi. Nesze, alma. Nagyon izgalmas. Ahogy rohadjál meg, hogy milyen jó a szemed ilyenkor. Pedig egy almát dobtam el. Hello, ez nem trespassing még. Én csak egy kalóz vagyok. Testvéreim, hát mi a helyzet? Megnézzük, ez mit tud. Túlélte? Ez túlságosan ismerős látvány. Most felmerül a kérdés, hogy itt van a bozótosban a test. Hogy észreveszed-e? Vagy meg se várjuk? Nekem az is tökéletes.
Jó, hát amíg nem lesz az, hogy valaki random ide vándorol, addig nem lesz probléma. I hope we move on soon. Én is remélem, én is remélem. Ja, te ott voltál fönt és észrevehettél volna? Oké, jól van. Nem semmi. Ez egy halom szerencse volt, amit az előbb történt. Az ott ki a bánat. Miért tűnik különlegesnek? Orson. Orson, ja. Ő az egyik ilyen Hitman 2 pályán volt, azt hiszem. Mi van itt, osztálytalálkozó? És akivel együtt volt nő, az volt a célpont, szóval lehet, hogy egy kicsit zabos rám. Ó, remek. Enforcer, jól van, akkor nem követjük. Ú, egy fákja. Kösz. Lapátomat le is cserélem. Ú, Orson, hello. Mi a helyzet? Hogy vagy, haver? Remélem, alma miatt nem vagy dühös. Jól van. De jó a szemed, hogy süssem ki. Légy színe, gyerek közelebb. Eddig jó? Fordulj meg. Nyesze! Jó, most már csak el kéne intézni, ne lássák meg. Remek. Vezetőknek annyi, műholdhoz hozzáférés nincs. Úgyhogy azt hiszem futunk. Kéne egy tenger alatt járó, ha már megszereztem a kulcsot, akkor... illene. Stílusosan távozni. Mert akkor már nyújjunk le egy tenger alatt járót, ha már itt vagyunk. És itt a porolómat még csak nem is használtam. Ideje ezt orvosolni. Tessék, banánhéj. Komikus néha ez a játék, nagyon. Oké, egy random üzletember. Vagy mi a franc? Van még itt valaki? Jaj, ne, egy csonti. És elvettem az egyik ujját, úgy néz ki. És azt használtam lockpicknek. Még egy rövidítés. Köszönöm, kérem. Nem, fákja, nem, sötét van, félek. Úgy. És kialudt. Hát itt már semmit se lehet. És akkor akár ezt is megsemmisíthetném. Nem hiszem, hogy nagyon hasznos lenne ez most. Mi a helyzet, srácok? Megy a grind. Hát ezt megsemmisítettem. Mi a helyzet, srácok? Megy a grind. Azaz, grindoljatok. Hol a francba van az az átkozott tenger alatt járó, azt mindig nem tudom. Mi az Isten ez? Jó, te nézz oda. Te menj ezt megjavítani, én meg... Úgy, kamera kikapcsolva, a viszontlátásra. Hú, haver, ez nagyon hívogató. Nem tudtam ellenállni, muszáj volt. A halamat megelültetem ebbe a homokvárba, ami gyanús valamiért. Komolyan, srácok. Ti sosem homokoztatok? Te meg onnan megláttad? Gyere ide! Úgy. Ezt azért megköptél. Ki gondolta volna, hogy egy tenger alatt járó megtalálása lesz a legnehezebb feladat. Jó, van több menekülési módszer is, ez tény. De én már megszereztem azt a rohadt kulcsot hozzá, úgyhogy én ragaszkodom. Bár lehet, hogy hagyni fogom a fenébe, aztán jó napot. Jó, akkor a halamat viszem magammal. Ezt rám tartják a fegyverpita, sose lett volna hal a homokvárukban. Bejöhetek? Oké, ha lesz vaskos indiai akcentusom, akkor beengedtek. Ez itt mi? Gondolom elcsónakázunk, hogy valami hasonló. Hát a tenger alatt járót nem találtam meg. Lehet, hogy még nincs meg minden hozzá. Fogalmam sincs, inkább megyek. Húzzunk innen! Vagy megvan a tenger alatt járó. Aha. Jó, egy tetve szót nem szóltam. Jó, ez egy jó pálya volt. Köszi a szaros SMG-t, köszi a kukrit. Meg a kezdőhelyeket, meg az ilyesmiket. Na most mi van, hogyha nem veszem ezt komolyan? Amúgy Noel Crest miért néz úgy ki, mint Chris Pratt? Vagy legalábbis nagyon hasonlít rá. Na mindegy, megjöttünk. Hát, azt hiszem eltévesztettem a ruhatáramat. Miről beszélsz? Én csak most jöttem. Én nem kutakodom egyáltalán. Nem tudom, miről beszélsz, tényleg. Ártatlan vagyok. Te mi a felét csinálsz? Oké, ezek szerint ezt tanítják. Hát sajnálom, se ajándékot, se virgácsot nem hoztam. De van helyette csicskalángos. Miről beszélsz? Igen. Jobb a pofonom. Nagyon jó a pofonom. Nesze, ehhez vicce az, ajaj. És a Mikulás ismét meglépett. Karácsonyi csoda, ajaj. Sosem vesznek engem észre itt. Túlságosan beolvadok. Na várjál.
Az a baj, hogy a Mikulás az nem elég időszerű. De a Flamingo, na az. Talán, nem tudom, őshonosak erre felé? Kit érdekel. Nem akarsz üzletelni? Igazán diszkrét tudok lenni a megfelelő körülmények között egyébként. Eskü, begy szó. Kell keresnünk eszközöket meg hasonlókat, mert nem igazán vagyok felszerelve. Hú, egy banán, kösz. Ébresztő. Ó, te így? Nem gondolsz lenyúlom? Egészségedre. Ne is foglalkozzatok velem. Az, hogy megjelent egy random madár és hirtelen elszabadult a káosz, az normális. Kérlek, mondd, hogy te ott alszol. Alszol bizony, helyes. Akkor bejöhetek ide. Ajaj, ez baj. Nem. Oké. Én nagyon jól vagyok, köszönöm. Ti mit csináltok ott? Na most aztán engem nagyon keresnek, nem mintha nem lennék feltűnő mondjuk. Milyen engaging? Nem csináltam semmit, nincs nálam fegyver. Rájöttek, hogy flamingó szezon van biztos. Hát, nekem van húsom. Úgyhogy gyertek, csipjetek belém. Át az ajtón, ehhez viccelsz. Nem. Rossz. És a flamingó elszalad. Hihetetlen, kettőt nem lehet mozogni nélkül, hogy ne lőnének belém. Nem hiszem el ezt a világot. Az a baj, célpont vagy kisanyám. Parancsolj! Egy mecc és oda. Ugye nem vettek ész. Nem, nem vettek észre, jó? Akkor te miért jössz erre? Ó, oh, elcsesztem. Nem! Ártatlan vagyok! Nem, nem, én nem csináltam semmit, eskü. Csak elestek. Vissza a feladónak. Ó, kösz, hogy idejöttél. Úgy, örültem. Azon kevés célpontok egyike, aki bátor volt és megkeresett. Nem úgy viselkedett, mint egy civil, hogy gyáván elszaladt. Mondjuk te elszaladhattál volna, hogy őszintén. Kéne egy hangtompítós fegyver, csak nem hoztam magammal, és igen buta vagyok. Na mindegy, megyünk a következő részre garázdálkodni. Új, itt van valami. Na igen, van telefonom. Elrejtettem az okos telefonomat itt a bozótosban. Viszont az aktatáskámat elhagytam, amit nem fogok megbocsátani. És... mész a vízbe. Ja igen, itt kezdeném a pályát. Jó, akkor megyek vissza az aktatáskámért, mert el fogják vinni. És én azt nem akarom. Eszükbe ne jusson elvinni, mert itt balhét csapok. Tessék, a hal kapott el téged. Imádom ezt. Szép lassan egy flamingó bokorban, semmi gyanús. És mindig nem tudom, hol van a... ott az aktatáskám, azaz. Úgy, dőj csak ki. Ó, oh, észrevettek. Valaki észrevett. Bocsi. Az a neved, hogy szemtanú, és annak vesznie kell. Kérlek, gyere be, kérlek, gyere be. Haha. Csapda. Miközben kitekertem egy csávó nyakát is véletlenül. Ez az SMG szar! Ajaj, na ez aztán baj. Eddig jó? De... nem. Rossz. Fekszik. Oké, kezdek kifagyni. Segeket rugdosni csak végtelen lőszerrel tudok. Ez a legjobb fedezék valaha. Csak a ruhám szar. És most meg nem látok. Jó, gyertek csak. Ahányan vagytok. Csak nem látok a csőrömtől. Na, még valaki? Még valaki? Senki? Mehetek tovább? Köszike? Köszönöm a táskát, csak ezért jöttem. Na, ha igazán akartok, gyertek utánam. Azt hiszem, ezt komolyan gondolták. Nem. Fekszik. Oh-oh. Jó, rambózunk, rambózunk. Benne vagyok. Aktatáska, mindjárt ott vagyok. Jó, elvesztették a nyomomat. Nem látsz. Nem. A lassan repülő aktatáska ismét megmentett. Jó, hát itt a dzsungelben aztán rohangáltok össze-vissza, de ezek jönni fognak minden irányba. Lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet elhagyni a fedezékemet. Bocsi, semmi személyes. Csak megijedtem tőled. Szép napot. Mi a helyzet? Adj Isten. Úgy. Most próbálj megfutni. Akadályozz meg, van egy halam. Hova szaladsz? Kit keresel? Segíthetek? Kapd el! Szép volt hal. Erre azért nem számítottál, hogy az óceánból ki fog jönni egy flamingó. Jaj, te nem is figyelsz. Mondjuk az a jó, hogyha mindenkit megölsz a Hitmanben, hogy legalább szabadon felfedezted az a pályákat.
Mert konkrétan leszarhatsz mindent. Valamit nem stimmel. FPS droppon van a testeknél itt. Ártatlan vagyok, eskü. Nem mondod, hogy elfelejtették, hogy én vagyok az. Vagy hogy ők nem tudják, hogy én vagyok az. Jó, inkább lelépek, amíg ez így van. Sőt, van egy jobb ötletem. Combat engaging? Hol? Hol? Ki? Mikor? Hogyan? Akkor itt futok a dzsungelbe. Ki látott meg? Valaki időközben észrevette, hogy várjál, ez nem igazi flamingo. Kit viszel? Hadd segítsek. Szerencséd. Bocsi, nehéz gyerekkorom volt. Ez az oktatáska, ez olyan, mint egy befektetés, hogy nem azonnal lesz hatása, de ha egyszer bejön. Legközelebb ez csendbe, jó? Az az ember tovább él, aki nem buktat le egy sorozatgyilkost. Nem érek rá lövöldözni. Civilek vannak mindenhol. Ó! Ó! Épp elterelik a figyelmet, ne lőjetek. Francba. Nem tudod megismételni, sajnálom. Az, hogy engem láttál, az megismételhetetlen élmény volt számodra. De ez itt rendkívül érdekes. Ha hozzávágok valamit, mi történik? Nem tudom. Hú, gyere ide! Enyém vagy! De miért akartok engem ennyire? Én csak egy lámpát akarok nézni. Hát nem tudom. Nem tudom. Pont nem tudom eltalálni. Jó, megyek érted oda. Maradj ott. Ó, igen, leültél. De jó neked. Horgásszál! Bocsi. Az én oktatáskám átmegy a falon, és ha egyszer téged bemér, az olyan lesz, mint ez a csiga. A pontos összeget nem tudom, de inkább mondok egy jelentős összeget. Elfogadnád-e a 100 milliárd dollárt, ha cserébe téged üldözne egy elpusztíthatatlan csiga, ami megölhat egy pillanatra is hozzádér? Én vagyok az a csiga most. És nem tudod megállítani a csigát, szóval bárhova mész, az a csiga téged üldözni fog, követni fog bárhova. Ha fölmész a Holdra, előbb-utóbb még ott is meg fog találni. Ugye ez lenne a lényege. És hát nem tudom. Tehát, hogyha realisztikusan gondolkodunk, elköltözöm a bolygó egyik végébe, ott eléldegélek egy darabig, de előbb-utóbb az lesz, hogy kinyitom a bejárati ajtót, és ott lesz előttem egy csiga. És jön felém. És nem tudom megállítani. Kész pánik az egész. Én pánikrólmot kapnék nagyon gyorsan. Nem kéne víz közelében lenned, mert azonnal meghulladsz. Nope. Visszafekszik aludni. Ó, te... Ah! Te szerencsés rohadék. Miért vagy ilyen gyors? Eléd vágok, vigyázzál. Ó, feladtad, jó. Akkor... Fekszik. És gyere inni. Úgy. Odafigyeltél a cukorbeviteledre? Ó, úristen! Ők nem figyelnek oda a cukorra. Jaj, segítség, de lőnek rám. Nevetségesen könnyű ezen a pályán elmenekülni bármi elől. Mit sütsz? Te nem is hallottad? Imádom, egyszer be vagy mérve, véged van. Nincs lőfegyverem, ez probléma. Baszki! Te meg mi a jó édes nénikédet csináltál? Aktív lövöldöző van a területen, te meg mit csinálsz? Szerintem matyizott ott a testek között. Hát ebbe jól belerohantál. Deja vu érzésem van. Na miért menekülsz? Na, muszáj volt átöltöznem, egyszerűen az a flamingo ruha, az már menthetetlen volt. Jó, nem fogom. Megadom magam, megadom, rajta kaptál, szép volt. Tudod, hogy kell őrködni.
Tudod mi az, hogy őr? Jó vagyok, köszönöm. Azért aranyos, hogy érdeklődsz. Amióta elkezdtem a tömegbe lőni, csak indiai akcentust hallok minden irányból, és nem akarok az az ember lenni, de rohadtul nem tudom komolyan venni. Hát itt a pofózó kihívómra örökké várhatok, sajnos sose fog megérkezni. Hát ide az erődítménybe besétáltam. Ó, te ott vagy? Azt hiszem eltaláltam. Vakon lelőttelek, azért ez szégyen. Jó, hát akkor besétálunk ilyen menő gyerekként? Úgy néz ki. Ám legyen, én besétálok. Na hello Smith, mi a helyzet? Beszélhetsz hozzám, most éppen nem figyelek. Majd később beszélünk, jó? Most nem érek rá. Hát hova szaladsz? Elnézés, kalóz vagy, gyerünk! A kalóz vagy! Na. Jarhar hegedű partra, gyerünk! Ó, hogy itt egy biztonsági szoba, ami föl se tűnt nekem. Remek. Kérlek neki a báj, éjszaka van. Felkelted a többieket? Egészen tiszta ez a rán. Már itt belecsöppentem egy-két lövöldözésbe, de egyébként... eléggé simán kinyírtam mindenkit. Lőszer spórolunk, úgy. Veled is. Úgy. Te röhögsz, miközben lövök mindenkit? Te aztán egy különleges pszichopata voltál. Nem látlak jól. Kicsit úgy... köszi. Így már is jobb. Te jó ég itt, mi történt? Hihetetlen. Milyen szörnyetegek vannak itt. Bármi, ide bejöhetünk? Nem, nem jöhetünk be, akkor te mit kerestél itt? Úgy, kellek. Na remélem ez működni fog. Tökéletes, tökéletes. Belesétáltál a csapdámba. Milyen distraction. Eltereltem a figyelmét azzal, hogy hozzávágtam egy halat. Azt meg ne idd, túl sok benne a cukor. Én figyelek az emberek egészségére, ha a sajátomra nem is. Bocsi, ez a barlang az enyém. Ez az én kalózodum. Tetszik, hogy már 5 perce nem látok mások azt, hogy body found. Tehát van valahol egy őr, aki ott odafönt mászkál, és találja meg a testeket folyamatosan. Hát szegénynek nagyon kell túlóráznia, hogyha itt rendet akar. Én meg nem könnyítem meg. A főnök kért barackot. Parancsolj! Éppen lebuktatsz. Jó, nem mozgok, várjál. Segítsél ki nyugodtan. Követlek, nyugi. Nem kell aggódni, itt vagyok. Ó, te jó ég, észrevette. Nem akarod megfőzni? Biztos szereted az olyat. Ajaj. Nem mondod, hogy úristen, de vakok vagytok. Megleptelek téged, mint hal a bozódból, mi? Hogy ti nem tanultok soha? Hívd a következőt, kérlek. Vagy te már ezt így észre se veszed? Ez ilyen hétköznapi. Jó, hát akkor ne. Ó, és kiszúrtak a bozótosban. Bocsi. Most éppen nem hallgatok senkire. Ti amúgy hányan vagytok még? Minden alkalommal lebuktat egy civil, és vérontással végződik. Egyszerűen nem akarom elhinni. Emlékszel rám? Legközelebb ne köpj be. Mint a kalóz vezér, az még mindig mozog. Róla teljesen megfeledkeztem. Nem. Nézd meg, kialudt a fákján miattad. Nagyon dicsőséges ez, hogy testeket dobálok le a hídról, miközben ez szól. Ember legyen a talpán, aki őt megtalálja? És akkor ez a GPS tracker, ez így mi? Tracker signal received. Coordinates locked. Incoming. Ja, hogy ennyi. Instant exit. Az jó. Az olyat szeretem végül is. Ja, jóformán kiirtottam a teljes szigetet, majd leléptem kalóz ruhában egyébként. Teljesen normális. Semmi különös nincs ebben a jelenségben, hogy egy flamingós megjelent és egy kalóz távozott. Kicsit jobban meg kell tanulni, de amúgy nem rossz pálya. Viszont az a helyzet, hogy mivel teljesen új choke artist, mert nem folytottam meg senkit. Habár, ha mindenki a saját vérébe belefullad, akkor az úgy működik végül is. Sajnos az a helyzet, hogy modok nélkül nem tudok többet ebből a pályából kihozni, úgyhogy egyelőre ennyi. Én nagyon örültem. Szép volt, jó volt. Furcsa, hogy ezt ingyen adják. De nem számít. A lényeg az, hogy Marokkóba már ideje lenne elmenni végre. Na de egyelőre pihentetem, és megyek kínzom magam valami mással. Na ciao!